Vehemensen tiltakoznak a házi orvosok az ellen, hogy az egészségügyi minisztérium rájuk sózná az elektronikus egészségbiztosítási kártyák bevezetését. A házi orvosok szerint a kártyák feliratozása és kiosztása semmilyen kapcsolatban nem áll az egészségügyi tevékenységgel és a gyógyítási folyamattal. Július végén a házi orvosi szolgálat országos szervezete és a házi orvosok érdekvédelmi szövetsége jelezte, hogy az egészségügyi kártyákkal kapcsolatos adatfeldolgozás, a kártyanyomtató szerkezetek beszerzése és a kártyák véglegesítése, illetve kiosztása, valamint az ezzel járó összes költség biztosítása az országos egészségbiztosító pénztár feladata kell legyen, nem pedig a házi orvosoké. A székelyudvarhelyi házi orvosok is azt vallják, ha rájuk bízzák az adatfelvételt és a kártyaosztogatást, leállhat a gyógyító tevékenység. Szerintem minden családorvos, de én biztos, hogy tiltakoztam ez ellen, hogy mikkelyen osszuk ezeket a kártyákat, főleg amióta megvan szabva nekünk, hogy naponta hány beteget nézhetünk meg, és ki van osztva, hogy minden betegre 15 percet tudunk szánni. Na most ezt, hogy a kártyát mi osszuk, ami rettenetesen sok munkával jár, egyszerűen nem fér bele a mi munkaidőnkbe. Hogy gondolták, nem tudom, de joggal tiltakozunk mi ez ellen. A családorvos szerint számos más olyan hivatal, iroda működik helységenként, ahol hatékonyabban el tudnák végezni az egészségügyi kártyák kibocsátásával járó feladatot. Vagy önkormányzati szinten, vagy ahol a személyazonosságit váltja ki a beteg, tehát vagy pedig centrálisan, tehát Bukarestből úgy, ahogy volt a 2007-2008-as felmérő, hogy névre szólóan postán elküldték a betegeknek ezeket a kis cetliket, hát úgy a kártyát is gondolom el lehetne küldeni, kézbesíteni, és mégiscsak aztán ahogy programál bejönnek, behozzák, s ami a mi részünk utólag, azt még ki tudjuk tölteni. Tiltakozásul július közepén online aláírásgyűjtésbe kezdtek a házi orvosok. A petíció jelmondata: egészségügyi kártya igen, feliratozás nem, kiosztás nem. A kezdeményezéshez valamennyi román állampolgár hozzájárulását remélik, a támogatók a képernyőn látható honlap címen találják meg a petíciót.